Szentlélek szentében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A Szentmise áldozatot élő Péterért ajánljuk föl. Kedves testvéreim, a polgári esztendőnek az első napja van, és tegnapon az utolsó napján sokan babonásan élték meg és élik meg a mai napon is ezeket az időket, vagyis hogy mit kell enni, mit nem szabad enni, hogy kell viselkedni, és hogy ez szabná meg az elkövetkezendő évnek az életét, a mi életünket. Ezek babonás dolgok, ne higgyünk benne. Az ördög szeret e mögé beállni és bizonyítani, hogy abban higgyünk, ne pedig Jézusban. Mi pedig, akik itt vagyunk a mai napon, mi meg a Jézusban hiszünk, és a mai napon is még Jézus Krisztus születését ünnepeljük. 8 napon át ünnepeltük ezt, a mai nap a záró napja ennek, mintha egy nap lenne. És a mai napon pedig a Szűzanya Isten anyaságán keresztül közelítjük meg az ünnep tartalmát. Megértve a misztériumot, minket ez vezérel majd az elkövetkezendő időben, hogy boldog életünk legyen, nem a babonás hazugságok, hanem az igazság, a Krisztussal való együttlét Mária édesanyánk kíséretében. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint az angyalok előre megmondták nekik. Azután eltelt 8 nap, és körülmetélték a gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még az anyja méhében megfogant volna. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása legyen mindenünk bocsánatát. Kedves testvéreim! Amikor elérkezett az idő teljessége, Isten először is elküldte Gábor angyalt, a galileai Názáretbe, egy szűzhőt, akinek Mária volt a neve, és így szólt hozzá, a Szentlélek szállvá, a magasságbeli borít be árnyékával. Ezért a Szent, aki születik belőled, Isten fia lesz. Két dolgot mond itt az Istennek, a szócsőre. Két dolgot üzen az Isten, és ez Jézus személyéről szól. Az egyik az, hogy teljes mértékben Isten. A fiú az, aki megjelenik Mária által. A másik, amit mond, az, hogy belőled, Máriából, vagyis teljes mértékben ember. Ez a két természet jelenik meg Jézus személyében. Egy személyben egymást nem zavarva, egymással össze nem keveredve, két természet, az isteni természet, amely öröktől fogva volt, van és lesz a Fiúisten, az egylényegű Isten az Atyával. És az emberi természet, amely Máriából is
jelent meg. És ezért valóságos ember. És ezért kijelenti az egyház nem csak azt, hogy Jézus valóságos Isten és ember, hanem kijelenti, hogy ezért Mária Isten szülő, Isten anya, mert emberi természetet jelentve tőle születik, belőle születik. Ezért mondjuk azt Máriáról, hogy Isten anya, és ezért ékesíti föl az egyház mindazzal, amit az Isten neki adott ajándékul. Ezért tiszteljük úgy, hogy szeplőtelen. Mert az Isten fölékesítette az Isten anyát a szeplőtelenséggel. Ezért mondjuk, hogy mindenkor szűz, mert az Isten anyát Isten fölékesítette ezzel, hogy mindenkor szűz. Ezért valljuk azt is, hogy testestől, lelkestől fölvételett a mennyben, mert Istennek az ajándékainak ez a betetőzése volt, hogyha a bűntelenségben megfogta őt, megőrizte őt, kezdettől a foganásától fogva, akkor illet, hogy romolhatatlan legyen a teste is, mert bűnt nem ismert emberi lelke és emberi teste. A karácsony megközelítése, amikor Jézust kijelentjük, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember, és ugye egy asszony kellett, a Szentpál karácsony. Mert ő megtalálta Máriát, Józsefet és a jászolban fejlő kisdedet. Pedig évtizedekkel korábban történt az esemény, de ő hitében megtalálta, és minket is hív a mindenkor emberét, hogy sietve keresse Jézust, aki jászolban van, és körülötte ott van az Isten szülő, és mellette pedig Szent József. És ezt Szent Pál így fogalmazza meg. Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született. És ebben benne van az ő karácsonya, hogy megtalálta. Asszonytól született. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben emberré lett az Isten fia, amint az előtt már elemeztük. Amikor elérkezett az idők teljessége, akkor az addigi sokféle szabadítás, amivel beavatkozott az emberiség életébe az Isten, hogy szabadította őt, megszabadította ellenségtől, mert kérte őt, hogy imádságban. Megszabadította őt betegségtől, mert kérte őt imádságban. Megszabadította őt az ideje korán vetkőzhető haláltól is, mert kérte őt a kiválasztott ember, mondjuk Illés, és föltámasztotta a szareptei özvegyasszony gyermekét, megszabadította az ideje előtti haláltól. Vagy Elizeus csodákat adott a benne hívő embereknek, Isten szabadítást adott a szenvedés különböző fajtáiból. És ezeknek a sokféle szabadításoknak a betetőzése, ezért mondja Szent Pál, hogy az idők beteljesedése, mert a végső szabadítás jelent meg a jászolban. Ő megértette, megtalálta, mert nem csak testi szemeivel szemlélte a misztériumot, a jászolt és benne a gyermeket, hanem a lélek szemével megtalálta és megértette annak üzeneteit. Megértette, hogy eljött a végső szabadítás. Ebben a gyermekben Isten fölkínálja az emberiség számára a szabadítások szabadítását, mert minden, amitől addig megszabadította Isten a hívő imádságra az embert, annak a forrása, amitől meg kellett szabadítani, a bűn volt. A halál, a bűn következmény. Az összes szenvedés a bűnkövetkezik. Minden szenvedés mögött bűn van. Vagy az enyém, vagy a másiké. És szenvedek az ő bűnemért. A szabadítások szabadítása pedig a bűntől való szabad. Ezért Jézus Krisztus meghozta végleg az emberiség szabadságát. Mert mindenki annak a szolgája,
aminek engedi, hogy legyőzze őt, meg is tudja. Szent Péter tanítás. Jézus Krisztus meghozta az emberiség számára a szabadságot, mert mindenki annak a rabszolgája, aminek engedi, hogy legyőzze őt a bűnnek. És ennek következtében szerint. Szent Pál megértette, hogy betelt az idő, beteljesedett, amikor Isten elküldte el fiát. Ő megértette a jászol üzenetét, hogy ez a jel, ahogy mondták az angyalok a pásztoroknak, hogy az lesz a jel, hogy kisgyermeket találtok pojába takarva, jászolba fektetve. Vagyis, hogy az ökör megismeri gazdáját. A szamár is megismeri urának jászlát. De az én népen nem ismer engem, mondja az Úr, és nem akar megérteni engem, mondja az Úr a teremtő és szabadító. Szent Pál megértette, hogy mit jelent a jászol üzenet. Hogy az Isten emberi formában önmagát kínálja elevedül, a jászol lesz a jel. Hogy az Isten étke legyen, eledele, maga az élet forrása jelenik meg, és az örök életet és a földi életet, amit a földi élet összekéne szövetkezzen, egymásba gabajodjon, egymást áthassa az örök élet és a földi jelenlét. Csókot vált az igazságosság és a béke, a békesség hinti sugarát, mondják a Zsoltárok, a Krisztus által, aki megtestesült Isten, és fölkínálja nekünk a szabadságot a kínnak a forrásától, a bűntől, és ennek következtében föltárja önmagát, mint eledelt az örök élet forrását. Hogy békénk legyen az Istennel és egymással. Ma a béke világnapja is van ezért. Szent Pál megértette a jászol üzenetét, hogy Isten önmagát eledelül adja. És ez nem csak az eukarisztia, amelyben a valóságos Isten és ember Jézus megjelenik, hanem az ő személye mindenféle módon, aki hozzám jön, nem éhezik többé, aki bennem hisz, nem szomjazik többé, ő maga az eledele legyen az embernek, a személyes együttléttel, az imádság által, a másik emberrel való jótétel által, hogy velem tetted, mondja Jézus, hogy étkem legyen az Isten fia, a jászol üzenete. Szent Pál megértette, asszonytól született, és ez két rövid, egymásra csapó, hogy született asszonytól, született a törvény alá. Vagyis, hogy az Isten anyaságnak ez a hivatása, hogy asszonytól születni, emberré lenni, és ezzel beleszületni a törvény igája alá. Hogy az Isten pontokba, törvénybe foglalta össze, hogy mit jelent az ő boldogsága szerint élni. És aki ezt átlépi, az törvénybe ütközik. A szeretet törvényébe ütközik. Ő aláment a törvénynek, magára vállalta, és tökéletesen teljesített. És tökéletesen boldog földi életet élt ezért. Mindenben hasonlóvá kellett testvéreihez legyen az Isten fia, ezért emberi testet öltött. A bűn kivében. Mindenben hasonlóvá lett testvéreihez, hogy irgalmas és hűséges főpap legyen Isten előtt, az Atya előtt. És ezért ki tudja engesztelni a népét a bűneitől. Meg tudja váltani. Azt tud igazán irgalmas lenni, aki ment a törvény átkától. Őt nem sújtja. Mert ha engem is sújt, és én is bűnös vagyok, akkor én nem irgalmas vagyok, hanem azt mondom, hogy te is olyan vagy, mint én. Az irgalmaság egy lenyúlást fentről jelent. Egy érdemtelen közbeavatkozás. Pusztán szeretetből lenyúl a bűntelen Isten ember, az ember lelkébe, az ő vérével nyúlja, hogy kiengesztelje és megmossa a bűnöket, Isten az Atya előtt, megmossa a lelket, és kiengesztelje a bűnöket. Ez az igazi irgalmas.
amikor nem szorul rá arra, hogy jót tegyen. Ő nem szorul rá senkitől, hogy más irgalmazzon rá. És mégis érdemtelenül szereti azt a lényt, akinek fölvette a kormányt. De menjünk csak vissza oda, hogy Szent Pál megértette a Jászol üzenetét. Ő megtalálta Máriát, Józsefet és a Jászolban fekvő kisdedet a lelkében, mert így mondja, hogy ezért, hogy asszonytól született, a törvény alá született, hogy azok, akik a törvény alatt voltak, azokat megváltsa, és a fogadott fiúságot elnyeri. Szent Pál karácsonya így hangzik, az Isten fia emberfia lett, hogy mi emberek Isten fiai lehessünk. Hogy örökségünk legyen az ő ország, hogy társai legyünk az örökségbe. Hogy örülünk legyen, hogy az áldás ránk szakadjon. Az áldás ránk szakadjon. A mai mise első könyörgéséből kiemelve elvérkedésünk következő tárgya. Az Isten szülő, a Szűz Mária által örök üdvösséget adott Isten a világnak. És ezt így is lehet mondani, örök üdvösséget, ez az áldás, az életbőség, az örök béke, az örök egészség, az örök jólét, az örök harmónia, az örök boldogság, az örök igazsággal eltelve és betelve, az örök és tökéletes szépséggel eltelve, mindezt élvezve és bírva, vagyis, hogy az a mindenkor Szűz Mária által örök üdvösséget adott Isten a világnak, örök áldást adott, és ez Jézus Krisztus, az ő személye névén van. Ő maga az áldás. Máriától van az élet szerzője Jézus Krisztus. Máriától van az emberiség áldása Jézus Krisztus. Ő az Ábrahámnak ígért ígéret, hogy a te utódod által áldásban részesül minden ember. Lehetőséget kap rá, csak élni kell az áldással. És ezt az áldást elnyerhetjük a benévetett hit által, a keresség által, a vele való együttlét által, és külön áldásokban részesülhetünk imádság és igaz élet által. Leesdekelhetjük számunkra, nem babonás módon, hogy mit szabad enni, mit nem szabad enni, hogyan kell viselkedni a polgári év első napján, nehogy az legyen egész esztendőben, hanem úgy kell viselkedni a polgári év első napján és egész esztendőben, hogy Krisztussal legyünk közösségben. Rajta keresztül kérjünk Atyától áldásokat, a szavak által Isten ereje érvényesüljön a mi életünkön. Akár földi egészség, akár anyagi javakról van szó. És ami a legfontosabb, a lelki javakról, a békénkről, az örömünkről, az üdvösségünkről, hogy szavak által és egy igaz élet által, vagyis hogy Krisztussal való közösségben folytatott élet által az áldást megkapja a keresztény ember. Mert az igaz embert megáldod, Uram, pajsként tetszéssel, kegyelemmel öleled őt. Hát ez lenne az új esztendő feladat. Igaz lenni az igaz Jézus Krisztussal. És melléje megkapjuk kísérőjül édesanyáknak az Isten szülő Máriát. Ó, csodálatos cseh! Az emberi nem teremtője emberi lelket és testet vett föl a Szent Szűzből. Aki férfi közreműködése nélkül született a világba, az ő istenségéből akar részesíteni bennünket. Fölemelni magához, és egyedül csak kegyelem és irgalom ez, mert semmivel nem érdemeljük.